Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Augusztus 18-án kinyílik egy égi kapu a plejádok felé. Ez egy portál nap. Egy portál nap az jelenti azt, hogy van egy finom energia mező, egy spirituális terület, bizonyos témák, amit meg lehet oldani, azon kívül mindig van ennek gyógyító hatása is. Ezen az estén tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. Az energiai egyensúly az 4000 forint, e-mailen keresztül jelentkezhettek erre a portál nap szertartásra. Hogy milyen témák vannak, azt most itt mutatom. Itt a képen, tehát erről szól ez a felvétel. Az, hogy mikor vannak ezek a portál napok, ez a maja naptárból jön. De nem csak a maják számították ezt ki, hanem annak idején a kínaiak is, tehát voltak ilyen naptárok, ami nagyon precíz, és ki tudták számítani, hogy mikor van kapcsolat a földünk és a plejádok között. Én az üzenetet ebből a maja naptárból közvetítem, és ez kihat augusztus 18-ára. A majáknál vannak bizonyos hullámok, vagy rezgések. Ez olyan, mint nálunk a hét. De nem 7 napból áll, hanem 13 napból. Jelenleg a 12-es hullámban vagyunk. A 9. nap ebben a 12-es hullámban. Itt ez a kép jelenti a számot, mégpedig a 9-es számot. Ez a vonal az 5-öt jelent, és a pontok az mindig 1, tehát 4 pont, az 4 és az 5, így ez a 9-es szám szimbóluma. Amikor a 9-es számról van szó, ott vannak korlátozások. Amikor nem tudjuk hogyan tovább, nem látunk át a dolgokon, vagy vannak félelmek, bizonytalanságok. Tehát ez a szertartás abban segít, hogy áttegyük magunkat a félelmeken, hogy látható legyen valami, amit szeretnénk elérni, és hogy ezek a nehézségek, problémák, korlátozások elmúljanak. Itt látható a jövő, hiszen indul egy új mitosz, vagy egy új periódus. Ha visszatérek a számokra, akkor a 9-es szám után jön a 10-es szám, és a 10-es szám jelent egy új kezdetet, amikor egy új ciklus kezdődik az életünkben. Pontosan ez történik majd most ezen a augusztus 18-án, ezen a napon még érezhetők a problémák, valami blokkol bennünket, de a szertartás segíthet abban, hogy ez elmúljon, és akkor már augusztus 19-től kezdve lesz egy új irány. Minden napon van egy szimbolikus kép, augusztus 18-án ebb uralkodik. Magyarul ez kutyát jelent, de a majáknál az ebb jelenti az embert, tehát jelenti a mi énünket, a mi fellépésünket, a magabiztonságunkat, azt is, hogy mi döntünk, hogyan tovább. Amit még ebb jelent, az az utak. Itt látható a képen, van két irány, itt lesznek döntések is. Ez a szertartás segít abban, hogy áttegyük magunkat a félelmeken, a 9-es szám felett uralkodjunk, hogy legyen egy új kezdet, itt az utak jelentik
a döntéseket lesz egy új irány, de mivel a mi énünkről is szó van, hogy legyen meg a magabiztos fellépés, tedd át magadat a nehézségeken, tudjál fontos döntéseket hozni, figyelj oda a te saját életutadra. És ez volt a felvétel, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendel Rám!